Mai alkalommal tehát a realizmusról lesz szó. Ugye az elmúlt hetek romantika képét is megnéztük, megvizsgálhattuk, és vele párhuzamosan megszületik egy új szemléletmód. Mindennek hátterében a klasszicizmus időszaka áll, mint egyfajta anti-tézise ezeknek, vagy tézise ezeknek a stílusoknak, a romantikának és a realizmusnak. És egy képet mindjárt meg is idéznék, csak így egy rövid pillantásra Dávidnak, a klasszicizmus egyik kiváló alkotójának, Napóleon festőjének alkotása, Horáciuszok esküje. Amit bemutatnék rajta, az egy kontraszt röviden. Egy család, Horáciuszok, ugye mitológiai téma, szimpadias háttér, olyan, mintha valóban egy zsőjén ülnénk és néznénk a színházban egy ilyen patetikus, érzelmi, heroikus alkotás, színházi alkotástól. A három fiú megesküszik apjával, apjukkal arról, hogy bosszút állnak, és hogy a család becsületének jogot szereznek. Így itt a becsületesség és az eszmélyiség, az idealizmus, a nagyon erősen beállítottság, a kompozíció, hogy a pirosak visszatérnek, a fehérek visszatérnek, középpontban a kard áll, mint a becsületességnek, a férfiasságnak a jelképe, és az egészben érzünk egyfajta mesterkértséget, szerkesztettséget, komponálást. És akkor egy hirtelen váltással a Courbet-nak, a realizmus egyik alapítójának, aki a nevet is adta a korszaknak. 1836-ban aztán a Barbizoni iskola is itt alakul meg Franciaországban a realizmus alapjaként, amely teljes ellentéte komponálásban az előbb említett és látható klasszicizmusnak. Ha a klasszicizmust és a megelőző korszakoknak a 19. századi megjelenését egyszerűsítem, akkor azt lehetne mondani, hogy akadémizmus. Az akadémiai tanítása a művészeteknek, ahol a fiatalokat megtanították a tradíciója, a hagyományra, hogy kell rajzolni, hogy kell festeni, hogy kell komponálni, a színeket hogyan kell, milyen témákat illik választani, és ahhoz milyen formajegyek illeszthetők hozzá. Egy ilyen nagyon erős objektív keretfeltétel, aminek ugye a romantika is majd a maga érzelmiségével és egy picit a formai jegyeinek a szabályszegéseivel ellent fog mondani, mint ahogy a realizmus is. A realizmus az akadémizmus ellenpólusaként születik meg, a romantikához hasonlóan kevésbé megszerkesztett és a fények szabad használata jellemzi, amiben viszont eltér az a témaválasztás. A múlt, valamint a mitológiai és bibliai jelenetek, történelmi hősök magasztos megörökítése a háttérbe szorul. Tökéletes kép erre, a Jó napot, Courbet úr című kép. Hosszan nem tudnám ecsetelni, hogy a Jó napot, Courbet úr eseményeol összefutnak egy bakancsos turizmusnál, hogy legyünk helyhűek. Bakancsos turizmus közepette összefutnak egy sétában az illetők, és köszöntik egymást. Ingújra vetkőzve maga Courbet a festő, mint egy hajléktalan, vagy egy csavargó, egy akkori vándor ember, amelyik a társadalomnak nem a magasabb részén volt elismert, olyan öltözékben van. Már maga a cím, a témaválasztás, az egyszerűség, az ingúj, a lényegében a téma nélküliség az, ami botrányt keltett a saját korában is. Tehát Courbet egyébként aztán börtönben is ült, nem emiatt, de politikai nézetei miatt is, de a fő motiváló erő botránykeltés volt. És ebben nagyon belépünk a modernbe, hiszen 20. század első fele mi másról szól, mint a polgárkukasztás állandó és folyamatos hangoztatásáról. Egy kicsit a realizmus is ez. A dologi világ, a látható valóság megragadása, a maga idealisztikussága, patetikus eszmélyisége nélkül, így összegezhető a realizmus, melynek célja úgy megörökíteni a dolgokat, ahogy azokat látjuk. A jelen témái foglalkoztatják kendőzetlenül, így az egyszerű ember, a munka, a szegénység és gyakran a nyomor világa. Kérdés azonban, hogy a maga választásaival, szelektálásával valóban a csupasz valóságot mutatja be a realizmus. Minden törekvés ellenére is helyén valóbb úgy tekinteni rá, mint egy stílusjegyre. Egyik nagy kedvencemet mutatom meg, Barbizoni iskola, ami 1836-ban indul először. Kimennek a műteremből, már az akadémizmussal szemben itt jelenik meg a plenér festészet. Barbizonoknál ez nagyon erős, magyar kötődés is van, ugye Pál László, Fontainebleau-i erdő, Fontainebleau-i
út című képe nagyon-nagyon neves és híres is lett világszerte, tehát így van a kötődésünk. Tehát a barbizoniak plenér festészete ki a természetbe, és ahogy éppen abban a pillanatban, abban a jelenben áll, mozognak az árnyékok, a színek, a fényeknek egy erőteljesebb megnyilvánulása jelenik meg. És ennek az iskának ez egy alapítója, aki nem a tájképfestészet, nem a csendélet, nem a városi létnek, hogy úgy mondjam, a nyomorúságát, szociológiát próbálja felmutatni, hanem a paraszti létezésnek az elemeit, ő Millet. Millet-nek nagyon-nagyon szép alkotásai vannak, és ha csak ezt az alkotást nézem, a maga egyszerűségében és nyugalmában mégis valóban a realizmust a legnagyobb korszakok közé tudja emelni. Olyan szegény asszonyokról szól, akik a mezőgazdasági munkát, ugye az aratás után, azokat a maradék kalászokat szedik össze, ami ott maradt az aratás végeztével, és a szegénységet próbálja felmutatni. Másrészt a munkának ezt a rendkívül szoborszerű és bármilyen furcsa magasztosságát, szoborszerű zárt alakokról vannak szó, akik meghajolnak derékból, ugyanakkor az alázat, a föld és a munka iránti alázat egybe vannak a földdel, egybe vannak avval a léttel, amelyikben ők felnőttek és amelyikben élik az életüket. És ez valóban egyfajta heroikusságot mutat, bármennyire is reális. Tehát a realizmusban is megtalálható bármilyen furcsa, egy picit a patetizmus. És hogy egy idézett műre mutassak rá, hogy a bitumen alapon dolgozott Munkácsi többnyire, ezért nagyon sötétednek a képei idővel, de valahogy csúnyát fogok mondani, ilyen szempontból jót is tesznek, vagy nagyon nagy nehézség a restaurátoroknak, de jót is. Ő sötét háttérrel dolgozott, mély, borongosság, van az egészben egy drámaiság, realitás, de drámaiság avval a sötét háttérrel, ahol aztán világítanak a kontúrok, az arcoknak a foltjai és a szereplőknek a ruházatai, mint egy kiviláglanak ebből a borongos mély háttérből, bele vannak gyökerezve ebbe a létbe, amelyik alapvetően sötét és tragikus. És ugye ez a tépéscsinálókról van szó, ahol egy sebesült katona és a hölgyek, akik a kötszert készítik nekik. Bevilágít általában a realizmus abba a világba, amelyről nem esett szó eddig a művészet során, amelyik nem volt érdekes, mint téma a művészetnek. Mondván a művészet valami magasabb érzelmi vagy tartalmi mondanivalóval kell, hogy bírjon. Itt pedig arról van szó, hogy a mi hétköznapi életünket, annak keserveit, kínjait, begyökerezettségeit mutatja meg, és egy picit determináltnak, tehát, hogy egy ilyen környezet milyen lelket és milyen jellemet tud kinöveszteni önmagából, hogy mennyire meghatározottak ezek az emberek abból a környezetből, nem tudnak a történelem nagy változtató hőseivé lenni, mert hogy lehúzza őket ez a világ. És hogy zárásként azért a realizmusról, mint a dologi világ aprólékos megfestéséről, a maga természetességében, a valóságosságában, a könyörtelenségében is olykor esetleg az igazság fontosabb, mint a szépség ideája alatt megszületik majd a Barbizon iskola mentén Pál László, az impresszionizmus is. Avval, hogy kimegyek a természetben, hagyom azt a benyomást, hagyom, hogy a jelen legyen az alkotás témája a fényeivel, színeivel, itt már formaváltást hoz majd. Tehát, hogyha a romantika realizmus nézzük, formailag hasonlatosak, de a realizmus már előrevetít a jelennek a hangsúlyozásával a modernitás irányába, amit majd formailag az impresszionizmus, hogy úgy mondjam, vált le, tehát a jelent az impresszionizmus fogja szintén megfesteni, amilyen benyomás ér minket, csak már a formajegyei is változnak. És Munkácsi ilyen szempontból nagy átkötés. Sokszor a romantikához kötik például a Turner kapcsán Munkácsit, de impresszionisztikus jegyek is vannak benne. Ha romantikusként elemezném, azt mondanám, hogy a vágtató lovak, ugye Poros út, című kép a teljesen absztraktá vált környezetben, a létezésbe belemerült vágtatás, az idő kérelhetetlen dinamikája állandóan robogunk körkörösen a világban. Ha így nézném, romantikus és Turner társ. Ha a másik oldalról nézem, akkor a nagy felületek, a fények, a jelenet valóságossága abban az értelemben, hogy most történik,
én ott állok, és ez a hatás ér engem, akkor viszont már az impresszió felé mutat, és ezáltal lényegében elindítja azokat az erővonalakat, ami a 20. században, aztán az avantgárdban kulminálnak, összeállnak, összejönnek különböző izmusok mentén. Így nyugodtan mondhatom majd Szinyei Mersével, Pál Lászlóval, Munkácsival, hogy itt még nagyon ott van a magyar művészet a világtrendben. Itt még hozzuk a GDP 3%-ot, hogy úgy mondja, a művészetek területén is. Tehát élen járunk, és a nagybányai festőkkel megszületik majd a barbizoniakkal és az impressionistákkal való párhuzam itt is nálunk. Úgyhogy erre lehetünk mi magyarok büszkék. A realizmusban még itt valóságosan láttuk a világot egy picit. Itt még a jellemzőnk volt, hogy felhívjuk a figyelmet azon problémákra, amelyek körülöttünk vannak.